Őseinktől kincsekkel teli tarisznyát kaptunk örökségbe. Ez egy olyan idézet, ami a mai napra vonatkozik, és majd az óra végén szeretném megkérdezni, hogy vajon milyen kincsekre gondolunk itt, hogy mik azok a kincsek, amik a tarisznyátokba belekerülhetnek, hogyha ügyesen sápárkodtok a dolgokkal. És én átadom a szót egy olyan kisgyereknek, aki nagyon-nagyon szépen tud olvasni. Az ő osztályában a tanítónénie őt választotta arról, hogy majd nektek egy mesét olvasson fel, és remélem annak idején majd, ha ti is nagyok lesztek, ugye vannak itt szépen olvasó gyerekek ebben az osztályban, ugye vannak? És akkor egyszer majd lehet, hogy ti is ebbe a székbe fogtok ülni, és a kicsiknek mesét olvastok, de előtte ő még nektek mesél néhány érdekes dologról. Sziasztok! 1859. szeptember 30-án, azaz 150 évvel ezelőtt született Benedek Kelet. Itt láthatjátok a képen az arcképét. Ki is volt ez az író? Gyermekként álmokban hallgatta az öregek történeteit, mikor felcsepeledett, tanárnak készült, de valójában még mindig a gyerekkori olyan gyerekek számára is rendkívül fontosak a mesék. A Magyar Olvasás Társaság 2005. szeptemberében nyilvánította a magyar népmese napjává Benedek Kelet születésnapját. Mi is évek óta rendezünk ilyen mesés programokat a könyvtárunkban. Idén ezt a szép ünnepet választottuk, hogy titeket is a mesék világába hívjunk. Elindulunk a mese útján. Most megkérek valakit, hogy fordítsátok át azt a táblát. És emelt föl. Nagyon ügyes vagy. Úgy, mi? A mese útja 13 mese hónapon át kanyarog, 2009 áprilisától 2010 áprilisáig. Minden hónap főszereplője más-más mesehős. Így ezután követi a legkisebb fiúhava, az erdőhava, és így tovább. Útunk során mostanában a legkisebb fiúval fogunk találkozni. Egy olyan mesét fogtok hallani, amiben a legkisebb fiú a hős. Amikben nem igen mutogathatták vitéséiket. Megegyeztek, hogy elmennek szerencsét próbálni. Tűz körül leheveredtek. Még el sem szenderültek, oda jön egy öreg asszony, jó estét volna nekik, és kéri a nemes fiúkat, engedjék meg, hogy ne engedték volna meg, megengedték szívesen. Reggel, mikor tovább akartak menni, az öreg asszony a középső fiúnak egy láthatatlan sapkát adott, és erősen a szívére kötötte, hogy jól vigyázzon rá, mert ez aztán olyan sapka, hogy a fejére teszi, az ember szeme meg nem látja őt. Vígan voltak, aztán lefeküdtek. De még el sem szenderültek, bekopogtak az ajtón, az öreg asszony a szállást kért tőlük éjszakára. Bezzek, hogy jöttek szívesen, hiszen ennek az öreg asszonynak köszönhették a szép házat. Vetettek neki jó puha ágyat, nyugodalmas jó éjszakát kívántak. Reggel, mikor fölébredtek, mondja az idősebb fiú. Na fiúk, most mit csináljunk? Itt maradjunk, vagy tovább menjünk. Van szép házunk, pénzünk, bőven, élhetünk, urastani, világvilág lesz. Mondja a legkisebb fiú. Már csak menjünk tovább, még eddig sehol nem mutattuk megvítésségünket.